A szántóversenyen, ahogyan az előző években, ugye az idén is részt vehetett minden traktorista, nemre is korra való tekintet nélkül, függetlenül attól, hogy mezőgazdasági vállalat, illetve földműves szövetkezet dolgozója vagy önálló mezőgazdasági termelő. A legfiatalabb versenyző idén Szent Tamásról érkezett. 10 éves vagyok, első alkalommal, és szeretek szántani. Kiskorom óta édesapám mindig vitt magával, és azért szerettem még ezt a szakmát. És hát körülbelül 5-6 éves korom óta már itt traktorok körül mindig itt. Odafigyeltem mindenre, a nyitásra, a csukásra, a mélységekre, amit mondtak, hogy milyen mélyre kezdjük, milyen mélyen menjünk a másodikat, meg akkor milyen mélyen szántsunk. Mindre odafigyeltem, na most itten a végén, hogy fejeztem, most ez majd megmondja a zsüri. Az idei versenyre 3 kategóriában lehetett benevezni, mégpedig a könnyű A csoport, közép B csoport és a nehéz C csoport, azaz 1-2 fejes, 3 fejes, valamint 4 vagy több fejes ágyekékkel vagy váltva forgatókkal. Mindhárom kategóriában pénzjutalomban részesül az első 3 helyezett. Az első 25, a második 20, a harmadik helyezett pedig 15 ezer dinárt kap. Fontos, hogy a versenyzők hogyan végzik el a szántást. Külön osztályozzák a szántás irányát, mélységét, a nyitást és az általános kinézetét. A szervezők a mezőgazdasági termelést és a mezőgazdasági gépeket kívánták népszerűsíteni és fejleszteni, valamint alkalmat nyújtani a gazdák közvetlen tapasztalat cseréjére a mezőgazdaságban.